A gyermekváros ma ünnepli a születésnapját, 2024. december 3-át írunk. Arra kérem Laci bácsit, hogy a gyermekváros 51. születésnap alkalmából köszöntse a volt növendéket, volt dolgozókat, azokat a volt növendéket, volt dolgozót, akik már sajnos nem lehet közöttünk, ünnepi beszéddel méltassa a gyermekváros születésnapját. Hát kedves Rubi, én már sok ünnepi beszédet elmondtam. 30 év alatt, mert nagyon sok ünnep volt, ugye, ezek között a születésnap egyik legszínesebb ünnepe volt a gyermekvárosnak az évek során is, hát most már ugye jó pár éve nem vagyok ennek részese, azt is elmondhatom, hogy lassan éppen jövőre leszek 25 éve már nyugdíjas, tehát 25 éve már kívül élek a gyermekvároson is, és a gyermekvédelem szakmai területen is. De hála Istennek nem élek kívül a volt munkatársak és a volt gyerekeink és azoknak a családjának többségének vagy egy részének az életét, hiszen nekem 15-20-30 levél is érkezik e-mailen, Facebookon, Messengeren, telefonon, és nagyon sok volt munkatársal, sajnos egyre kevesebben vannak, mert ugye azok a kezdők, akikkel együtt kezdtünk a 70-es években, azok nagy része sajnos már nem él, de még mindig vannak, akik élnek azok közül is. És én mindazoknak szeretném ezt a 51. születésnapját, a ma már nem gyermekvárosként működő, de egyelőre még a homlokzatán kint van a kiírás, hogy gyermekváros, és az épület is áll. De nem is az épületnek és nem is a kiírásnak, hanem azoknak a volt gyerekeknek, fiataloknak, munkatársaknak rövidebb, hosszabb életet töltötték az életükből a gyermekvárosba. Mindazoknak, akik valamilyen módon közelebb álltak, vagy közelebb voltak a gyermekvároshoz, akik a városból ismerték és még élnek, és van ilyen emlékük. Nemrégen találkoztam egy olyannal, hogy tanítványom volt, és mondta, hogy azt mondja, Laci bácsit ismerem, mondom, honnan? Azt mondja, nagyapám sokat mesélt Laci bácsiról, mert ott dolgozott a gyermekvárosban. Kiderült, hogy egy műszaki szakember volt, sajnos már nem él a nagyapja, de ő neki akkor, mikor elmentek, akkor kérdezte, és akkor ilyenek. Tehát én mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Az, hogy ami akkor velük történt, azt őrizzék meg a szívükben. És ha néha tudnak, én mindenkinek általában 24-48 órán belül válaszolok. Sokszor kérdezik is itten, hogy miért ülök én sokat a gép előtt. Nagyon sok olyan ember van, akinek valami köze volt, most már ugye mondom, gyermekváros után az egyetemi éveim, ez ott is a tanítványok, kollégák, és hála Istennek sokan keresnek, meg ilyen-olyan dologért, örömüket születnek gyerekek, egyetemet végzett az unoka, ide költöztek új lakásba, szóval minden, de azt is sajnos elmondják, hogy Laci bácsi, itt van 5 gyerekkel, nincs hónap lennivaló, hát megpróbálok nekik segíteni, vagy személyesen, vagy keresek olyan szervezetek, aki segít nekik. Tehát igen, változatos ez. Én kívánom, hogy mindenki azért ezt a napot lehetőleg kedves visszaemlékezéssel, olyan emlékekkel töltse, ami örömet okoz nekik. Köszönöm szépen. Én köszönöm Laci bácsinak, hogy rendelkezésemre állt, és hogy köszöntette a volt növendékeket és dolgozókat. Én egy valamit szeretnék kérni tőletek, volt növendéktársaimtól, hogy sose felejtsétek el, hogy honnan indultatok. Mert azt gondolom, hogy ahonnan indultatok, az volt az a mérföldkő, amivé válhattatok, és amiké most váltatok. Még egyszer köszönöm szépen, legyetek jók, sziasztok!